Az újpesti lakótelep a maga 17 ezer panel lakásával Magyarország legnagyobb lakótelepe. Nem is tudom, most hirtelen lehet, hogy Magyarországon nincs is egyébként olyan település, ahol arányaiban annyian élnek panelházakban, vagy annyira koncentrált a panelházaknak a léte, jelenléte, mint itt Újpesten. Sok folyamat volt, amely odáig vezetett, hogy egy munkás, illetve erősen polgárosodó városból, aztán az 1950-es Budapesthez csatolásból eljutottunk odáig, hogy 1970-es években már a panelok határozták meg, vagy onnantól kezdve legalábbis a panelok határozták meg Újpestnek a városképét. Itt van velünk Bíró Endre, helytörténeti kutató, aki a témában is írt könyveket, nem csak a panelokról, hanem Újpestnek az épített örökségéről úgy általában, és magának is van személyes tapasztalata, mint új sok újpestinek, hiszen maga is 20 éven keresztül panelban élt. Köszöntöm nálunk, örülök, hogy eljött hozzánk. Én is köszöntök mindenkit. A helyzet az, hogy 1977-ben kaptunk lakást panelben. Itt az Erzsébet utca 16-ban, a piros 15-es épületben, zöld erkélyekkel. És hiteles tanú vagyok abban a szempontból, hogy ezen a részen valamikor régi-régi házak voltak, öreg komfort nélküli házak, azokat bontották le, és helyette épültek fel a panelek. Amikor beköltöztünk, még nem volt előttünk más új épület, csak a miénké. Tehát láttuk, hogy a következő ház hogy épül fel, a következő panelház. Tehát meg elkészült az alap, és akkor jöttek rá a panel elemek. És úgy határoztam meg, olyan, mint egy költészet, mint egy vers. Ugye egy időmértékes verselésnél van a rövid, hosszú szótagok. Itt ugyanaz volt. Egy nagyobb panelrész, egy kisebb panelrész, nagyobb lakka, erkéllyel, fürdőszobával. Ment sorba a ritmus szerint, és a legvégén a rím helyett a lezáró panel. És kezdődött a sor újból előről. És így épült föl maga a vers, maga az épület, maga a panelház. És magát a panelházat egyébként viszonylag ritkán szokták egy költeményhez hasonlítani, és ennek számos oka van, amiben majd mindjárt bele is fogunk menni, de egy kicsit az történelmi előzményekhez nyúljunk vissza, mégpedig, hogyha azt nézzük, hogy 1925 előtt épült az itt lévő, itt az Újpesten korábban lévő épületeknek a fele, akkor, amikor a panelprogram elindult az 1970-es években, amiket, hogyha körülnézett az ember itt a városban, akkor azoknak az épületeknek a fele az már akkor legalább 40-50-60 éves volt. És több mint 68%-uk volt egyszobás, kétharmaduk volt egyszobás ezeknek az épületeknek. Igen nyomorúságos munkáslakásokat kell elképzelni, és mégis a 87%-a az embereknek elégedett volt akkor a lakhatási körülményekkel. Ez egy olyan szociológiai felmérésből származik, amelyet egyébként a TEV tanács rendelt meg pontosan a panelépítési program előtt, hogy mégis azért tudják már, hogy milyen közegben milyen épületeket kell majd építeni, vagy az itt lakóknak egyébként milyen igényeik vannak. Tehát a komfort nélküli, egyszobás lakásokban előregedett, minden létező nívó szerint korszerűtlen lakásokban, igazából nyomorúságos körülmények között élő embereknek több mint 80%-a elégedett volt a lakhatási körülményeivel. Mit gondol, miért lehetett ez? Valóban érthető ez, hiszen nyilván a lebontott lakásukért kaptak a panelba cserébe egy lakást. Azt a komfort érzetet, ugye én is fiatal családapáként kerültem ebbe a épületbe, és azt a komfort fokozatot nem lehet hozzá hasonlítani a régi-régi egyszobás komfort. De mégis ahhoz is ragaszkodtak az emberek. 80%-ban ragaszkodtak ezekhez ez a régi nem is abból származik, hogy pedig objektíven idegen, rossz volt. Tehát ez nyilván idegenkedítőre, hanem az a gyökeresedve minden ember a saját kis birtokába. Akkor is a sajátja, akkor is, ha bérbe lakik ott. Ha saját ennek főleg, mert az az ő gyökereinek a táptalaja volt, esetleg több nemzedéken keresztül ott élt az egész család, és ezért ragaszkodott hozzá, ezért volt neki a szent. De amikor már bekerült a panelprogramba, és kapott ott egy másfél kétszobás, két és fél szobás lakás, attól függ, mekkora volt a családja, akkor már érezte azt a különbséget, hogy mennyivel kényelmesebb. Megnyitja a csapot, és folyik a víz. Így van. Szélen nem kellett szénél menni a tüzépre, bekacsott a fűtő, be a kazánba a fűtésrendszer, és meleg volt. Tehát gáz volt, meleg víz volt, tényleg maximális komfortot. Én imádtam fiatal meleket, főleg a panellal lakni. Az más, hogy
visszavágyott valamilyen módon a régmúltba. Mert ugye én is a régmúltat kutatom, és látom, hogy a régmúltat szeretik az emberek, de jobb, ha csak emlékeznek rá, és nem benne élnek. Sokan mondják azt, hogy a panelra negatívan, hogy dobozba zárták az embereket, hogy a kapcsolattartások megszűnik, ez tévedés, sőt, hamis állítás, mert igenis egy olyan kapcsolatrendszer épült ki, legalábbis a mi lépcsőházunkban, hogy három nemzedéken keresztül is tart a kapcsolat, a mai napig is a szomszédokkal. Tehát ott a kislányom akkor még 5 éves volt, éppen novemberre kaptam meg a lakást, első ünnep a karácsony, mi a karácsony, családi ünnep. Ott a fenyőfa, a kislányom megkap ajándékot, halljuk, ott fönn dübörög valaki. Hát mit a gyerek? Mondd akkor, jöjjön le az a gyerek, dübörögjenek ketten. Legyen egy társa neki itt az új lakásban. Lehívtuk, és attól kezdve minden karácsonykor összejöttünk, pedig a karácsony szenteste, a családi ünnep. Tehát ezáltal ez a két család egy családdá ford össze. És amint jött a következő gyerek, nálunk is egy fiú, ott is egy fiú, azok is barátok lettek, utána a gyerekeinknek ugye unokám született, ott is unoka született, azok is barátság, tehát három nemzedéken keresztül ér, ez a mai nap ér a barátság. A másik, pont a 80-as évben volt az a hatalmas hóesés, itt Pesten és egész Magyarországon, a ház lakói, a lépcsőházban mi összefogtunk, lejöttünk, és eltakarított az utcára, a járdról, az autókra, hava. Nem vártunk arra, hogy a köztelet fenntartó jöjjön, hogy a gondok intézzel, hogy tudja, összefogtunk és eltakarítottuk. A 1974-ben 5000 lakást, régi lakást, tehát az régi itt lévő munkás lakásokat, azokat dózeroltak el lényegében, és akkor hát nagyon nagy ütemben elkezdődött az építkezés. Ugye az Árpád útnak a déli oldalán, ott volt az első üteme az újpesti panelépítéseknek, és eljutottunk odáig, hogy 17 000 panel lakás van Újpesten. Ez tulajdonképpen néhány év alatt épült föl. Ezt ma nehezen tudjuk elképzelni, hogy ennyi lakást ennyi idő alatt létrehoznak, de hát ugye gyárakban készültek az elemek. Mennyire voltak előkészítve, mennyit kellett a helyszínen még például egy konyhával vagy egy fürdőszobával szerelni, építeni, bútorozni? És éppen mondom, láttuk, amit a Szentközi ház felépül. A fürdőszobai egység egybe emelték be a fürdőszobát, benne volt már a kád, meg a kézmosócsap is. Tehát azt már csak össze kellett kötni. Mi amikor beköltöztünk, egyből lakható volt, tehát nyilván az összeszerelvényt megoldották, a fűtést megoldották, és mi novemberben már beköltöztünk, és itt éltünk. És akkor kezdett csak a másik felé épülni. Tehát a szemünk előtt éjjel-nappal dolgoztak. Egyik éjszaka például kiabálásra ébredtünk föl, jött egy szélvihar, és a darab, hogy emelte fel a panelt, a szél elkezdte ringatni. Hát az egy balesetveszélyes, hogy nem emelhette fel a helyére. Ott hegesztették ugye a helyére a paneleket, és a darus nagyon ügyes volt, szép lassan leengedte a földre. Tehát nem vissza a kamionra, nem az épületre, hanem a földre, hogy a ringás, a szélnek az erejét csitítsa, megvárta, míg élmény, felemelte, vetették a helyére. Tehát az, hogy ennyi épülhetett, annak is köszönhető, hogy akkor az emberek, hogy mondja, dinamikusabban álltak neki ennek a kérdésnek, a munkások is, akik építették, mert érezték ők is, hogy azzal a többieknek, nekünk, meg a lakásra rászoruló családoknak, fiataloknak, nagy része fiatal volt, szüksége van élhetési lehetőségre, élhetési körülményekre. És ők teremtették meg azzal a munkával, hogy éjjel-nappal dolgoztak. Mennyire alakult át Újpestnek a társadalma azzal, hogy 30-40-50 ezer ember nyilván átalakult, mert ahogy kutattam a Újpest múltját, például itt a Tér utca mentén ugye sok-sok kis házikó volt, de műhelyek is voltak. Tehát asztalos műhely, szígyártó műhely, bármilyen kovás műhely, és most így utólag azért azt sajnálom, hogy nem tették meg akkori tervezők, hogy legalább egy műhelyt megtartottak volna úgy, esetleg felújítva, hogy mementóként lássuk azt, hogy valóban milyen is volt egész, és miért kellett helyette ezeket felépíteni. Egyfajta társadalom mérnöki gondolkodásmód is állt e mögött? Biztos, mert, hogy mondjam, logikusan épült el az egész. Most megint mondok egy érdekes hasonlatot, ez olyan, mint a szimfónia. A lakóteret, mondom, a Tér utcai sorra.
hogy a szimfóniának is megvannak a maga tételei. Hogy épül föl a Tér utcai lakótelep? 15-es sorház, ott a más 15-es sorház, közötte két 4-es sorház, ami lezárja a közötte levő játszóteret. Tehát a gyerekek ott játszottak, labda kigurult, nem az utcára gurult ki, hogy autó elgázolhatta volna, hanem ott abban a térben megmaradt. És ez ismétlődött tovább, hogy a parkoló megint két 15-es épület közötte két 4-es játszótérre. És a házak tövében ott volt egy élelmiszer üzlet, mindegyik egységnél. Tehát akkor nem voltak bevásárlóközpontok, csak lementünk, megvettünk, amit kellett, fölmentünk. A másik érdekessége, terszerűsége az volt, hogy a lakóépületek sora mögött ott volt a felnövekvő nemzedéknek a alapja. Bölcsőde, óvoda, iskola. Ha oda vittük a gyerekeket, vagy a gyerek egyedül ment iskolába, nem volt veszélyeztetett, hogy útteresen át kell neki mennie, de sétáló utca volt mindenfelé, tehát egyedül el tudtuk engedni, nyugodtan elment iskolába, nyugodtan hazajött. Tehát úgy meg volt komponálva az egész, mint valóban egy szimfónia, hogy minden tételnek meg volt a maga funkciója és rendeltetése. Tehát észszerűen tervezték meg, és nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy akiket ugye kilakoltattak valamiért, elfogadják az új körülményeket. Szült-e ez társadalmi feszültségeket? Nyilván sokan költöztek máshonnan is, nem tőzsgyökeres újpestiként, ezekbe a tömbházakba. És hát itt voltak az őslakosok, akiknek egy része beköltözött ezekbe a házakba, más része meg nyilván nem vele valami más történt. Szóval azzal, hogy ezek a korábban egymás számára ismeretlen emberek, meg konkrét néptömegek találkoztak, ez hova vezetett? Mit okozott? Nem éreztük egyáltalán, hogy bármilyen negatív érzést sugároztak volna felénk a helyiek, de az igazság az, hogy hamar összekovácsolódott egy-egy lépcsőház. Tehát most a Kertárosban van a családom, tehát ott sincs olyan erős kapocs a szomszédok között, mint itt volt egy lépcsőházban. Hát ugye eleve a lift is rákényszerített az ember találkoztani, mert nyilván köszönöm, beszélgetni egy pár szót egymással, ismerkedünk, és ez azért szorosabbá tette a kapcsolatot. Tehát nagyon sokat számított az, hogy az ember hogy áll a másikhoz. Ugye a mai világban nem tudom, hogy működik már ez a rész, de úgy érzem, hogy a pénz utáni hajsza, meg az egész más szabadság, ami nem szabadság, csak szabadosság, hogy az által az emberek valahogy elridegültek egymástól. Akkor sokkal lazábbak voltunk egymásra. Jobban szerettük egymást. Tehát nem volt a helyiektől se olyan ellenérzés, hogy mi idegenként, vagy nem újpestiek voltunk, hogy ide bejöttünk, beköltöztünk. Elfogadtak bennünket, és jó volt együtt élni velük. A műszaki színvonala ezeknek az épületeknek milyen volt? Halljuk, hogy keresztül fúj rajta a szél, lehet hallani, hogy három emelettel arrébb csörög a kanál a kávéscsészébe, a távfűtés hol működik, hol nem működik, csőtörés van, a patkány feljön a szennyvíz csatornánál. Szóval rémtörténetekből sokat hallani. Hát van rémtörténetek alapja is sajnos, mert ugye ezek belülről tapétázva vannak. Mi is gyönyörű szép tapéta, és időnként, általában évente vagy két évente én is tapétáztam. És egyik alkalommal le kell tudnom tapétát, hogy jön el az új, és az összeillesztésnél ott egy ilyen rés volt, hogy a kezem kifér. Tehát ott jött be a hideg. Tehát az is számított nyilván, hogy eléggé nagy hajtás volt, amikor épültek, hogy gyorsan elkészüljön, hogy minden hamarabb lakáshoz jussanak a fiatalok, hogy esetleg ilyen problémák előadottak, de hát végül aztán bele tömítődve kész. A csőtörés is volt egyszer nálunk, hogy éjszaka szállok le az ágyból, és mivel lépek, vízbe léptem bele. Fönt a padlószőnyeg. Padlószőnyeg jött föl, és a padlószőnyeg rájöttem, igen, és beleültem a vízbe. Kiderült, hogy fönt a mosógép tönkre ment, ledobta a csövet, és jött le felé a víz. Semmi gond, megoldottuk, szóltam föl, elzárták. Volt más csőtörés is a lépcsőházba, és akkor összes lakó kijött, mi jó, morogtunk, de föltöröltük. Nem vártak azt, hogy más megcsinálja, mi megcsináltuk, és mi segítettünk saját magunkat, kész. Hol jött el ön szerint az a pont, amikor az emberek úgy gondolták, hogy inkább menekülnének a panelból? Szerintem nincs olyan. Az, hogy egy-két ember elmenekül,
Én sem azért jöttem el onnan, mert elmenekültem, hanem a vállalkozásom miatt egy olyan helyre kerültem a kertárosba, hogy ott kellett üzemeltetni a cégemet, de a lakásomat átadtam a lányomnak. Tehát ő továbbra is ott lakott a mi helyünkön, végül ők is találtak egy kertvárosi házikot, amit megvettek, és úgy nem menekültünk. Volt egy lehetőség, ahol elmentünk. Az, hogy valóban menekültek-e, és volt olyan, hogy menekül onnan, az szerintem erőltetett kifejezés, mert én is inkább azt mondom, hogy lehetősége volt arra, hogy tovább lépjen. Ez kezdésnek igenis nagyon-nagyon jó volt mindenkinek. A fiataloknak főleg, időseknek meg azért, mert hogy mondjam, idősebb korukra egy komfortosabb, kényelmesebb környezetbe kerültek. Ennyi az egész. Újpesten a különböző tömbök lakosságok között, nem azt mondom, hogy ellentét biztos, hogy nincsen. Inkább azt mondom, hogy vannak ilyen kis lokális identitások. Igen, igen, ez itt is feltűnő volt, hát mert volt ismerősünk a másik tömbrészből is, és nem ellenségeség, nem is inkább rivalizálásszerűség, de nem negatív irányba. Tehát ők is átjöttek ide. Inkább a gyerekeknél volt a játszótérnél, hogy egyik nem ment át a másik játszóterére. Tehát mindenkinek meg volt a saját környezete, a saját csapata, és ő abban volt biztos, és abban éreztem otthon magát. Idegenként átmentek, amikor főleg iskolába találkoztak, ugye az osztálytársak, és meghívták őket oda, de ez sose szült ellentétet. Rábbis én ilyet nem tapasztaltam a itt élésem során. Külön kezelendő némiképpen az újpesti lakótelep, lakótelepek között a Szellemtelep, amely ugye a régi temetőrenek a helyére épült, és ezt egy dán technológiával, Larsen-Nielsen típusú technológiával építették. Miben tért el a Szellemtelep? Az ott alkalmazott technológia attól, amit egyébként Újpest szerte többségében látunk. Hát nyilván maga a technológia különbözőt, mert itt mondom, láttam, hogy hogy épül. Tehát a hegesztéses technológiával, tehát egy panel előre gyártott panel megérkezett a kamionnal, darul kiemelte, föltette a helyére, ráegesztették, összeélesztették. Az a technológia teljesen más volt, és a modern, mostanai korban már látom, hogy eltér a paneltől, hogy épülnek társasházak, de az a múltba visszamennek. Ott a Károly utcában fölépült az a, lent az a házsor, és ott a gyár lebontott téglát használták föl kívül, és egy-egy téglát kifordítottak, mert címeres tégla volt rajta, ugye benne vagyok én a címeres téglák társaságába, gyűjtöm őket a téglákat, és ez érdekes, mert ez is mesél a múltról. Azért mondtam, hogy jobb lett volna, célszerű lett volna legalább egy kis házikot megtartani, itt a panel rengetegbe, hát most kuriózum lenne, hogy hoppá. Mindenféleképpen viszont akik így ezekben a panel rengetegekben éltek, igazából úgy éltek, hogy nem is pontos, ha csak nem voltak érintettek a korábbi korban, mert itt dolgoztak, itt éltek, itt volt műhelyük, vagy valamilyen formában kötöttek korábban a kerülethez, nem is tudják igazából, nem derül ki az épített környezetből számukra, nagyjából semmi ennek a kerületnek a történetéről. Nem, mert vitatkoznék az, hogy panel rengeteg. Valóban úgy tűnik, de akik itt éltek, mi itt éltünk a panel rengetegbe, mégis otthonos volt nekünk. És ha régmúltra akart volna bárki visszamenni, csak át kellett menni az Árpádot másik oldalára, a kertáros részbe, ott a mai napig is újítják fel a régi-régi házakat, gyönyörű szép ablakokkal, ajtókkal, kapukkal, vannak kis villák is, az ember elmegy a körülnéz, és már is gyönyörködik a szemben, hogy hoppá, hát milyen is volt régen Újpest. Tehát a lépcsőzetesség megvan, a régmúlt és a jelen között, és a jövőt mutatja, ugye, amit említettem a Károly utcában, hogyha már nem panel, de mégis másfajta, mások az igények. Ugye akkor ez nagyon-nagyon jó volt. Tehát akkor mondjam azt, hogy ezt igényeltük? Igen, ezt igényeltük. Ez nagyon kellett nekünk, fiataloknak. És ugye most már vannak, biztos akkor is volt, nyilván mindig voltak, de hogy egy épületnél van esztétikai szempont, meg van a funkció, a fókuszáló szempont is. A panelház az csak a funkcióról szól. Nem, azért esztétikailag is azért. Bár ön költeményezés, meg színfóniázás is hasonlított. Igen, én tudom mondani, a színfónia is színesebb, ugye. Itt is a épületek színesebbek voltak. Tehát nem volt, hogy egyforta színnel végig, és az ember, ha jön egy vendég hozzá, szerencsére nem tudja, hogy hova menjen.
Itt viszont mindegyik ház külön. Mi házunk ugye piros ház volt, zöld erkéllyel. A másik volt barna ház, sárga erkéllyel. Szóval mindegyik más így különbözött. Tehát a panelrengeteg végül is otthont adott, és hogy mondjam, megvolt a művészi kivitelezés. Akár is mondják az emberek, vagy próbálnak, hogy mondjam, ellene hangolni. Nem szabad. Nem szabad, mert igenis mai világban is kell ez, mert kell a lakatást az embereknek, és ha ilyenhez tud hozzájutni, akkor igenis alkalmazza, használja és éljen, boldogul benne, tehát másképp. Igen, szóval ezt a szempontot, amit kifelejtenék, hogy ez egy megoldás egy problémára. Így van, így van. Tehát ha annyira nyafogunk, hogy nincs lakás, ne akarunk egybe palotába költözni. Tartsuk be a lépcsőzetes előrehaladást, egyszerűbb, mint ahogy mi is tettük annak idején. Kis helyen laktunk, egy szobában laktunk, megkaptuk ezt a panelt, két szobásat, utána egy kertáros, tehát egy lépcsőzetes dolgot meg kell tartani. Tehát nincs az, hogy most egyből a nagyba költözünk be, egyből a szépbe, meg mit tudom én, ilyen igényeim vannak. Nem. Először tegyünk le valamit, fiatalként, és igenis dolgozzunk meg érte, ne apától, mamától kapjuk a pénzt arra, mert akkor nem tudom, hogy megbecsülni, a saját verejtékennel keresenek a pénzt arra a lakásra, legyen az panellakás, és amikor több pénzem lesz, többet dolgozom, akkor tovább léphetek. Itt Újpesten belül volt-e érezhető a különbség azok között, akik a régi Újpestnek a megmaradt épületeiben laktak, ahogy mint mondta az Árpád útnak a túloldalán, meg azok, akik pedig a lakótelepen? Az igazság az, hogy a kertárosi rész eleve adott az, hogy más légkör van ott. Más légkör, más a csend is, ott nyilván meg kevesebben laknak, a szomszédok is ugye nem igen járnak össze. Itt meg azért csak-csak össze van zsúfolva, egy lépcsőházban több mint 60 lakás volt. Az 60 családot jelent. Tehát nyilván, amikor elindult a dömping, úgymond akár munkába menet, vagy iskolába menet, oldalba, bölcsődébe, akkor beindult a környezet, és később jöttek az autók már, ugye a parkoló is kicsi lett. Jött a közlekedés is, akkor már hangosabb lett, mert az autóbuszok sűrűbben jártak. Tehát úgymond hangosabb, városiasabb lett. Az viszont egy csendes, ilyen tisztviselőnek kiálmodott kis hétvégi házakhoz hasonló valami a mai népig is, ha bár nem adoktatnak benne, hanem ott is munkás emberek, de hangulatában más. Tehát azt nem mondhatjuk azt, hogy ellentét vagy rossz véleményt, lehet, hogy egy-egy nem feltétlenül, de inkább az ott élők meg az emitt élők között a kapcsolatokat befolyásolta a lakóhely. Mert nekem volt ott ismerősöm a kertvárosi részben, és egyáltalán nem jött ki ilyen hangulat, vagy ilyen jel, hogy valami miatt hoppá, azt mondja, hogy nem tetszik neki. Igenis tetszett neki is. A Dunakeszi háznyárban készült a jó része ezeknek az épületeknek, amelyek itt vannak. Most már elkészültek az épületek, és akkor ezeknek a háznyáraknak nem nagyon maradt onnantól kezdve egyébként funkciója. Azt föl lehetett fedezni? Vagy nem tudom, hogy van egy országos kitekintés, hogy más városban, más településen, vagy akár csak itt a Duna túloldalán, mondjuk Óbudán, ahová máshonnan érkeztek, másik házgyárból érkeztek az-e. Volt minőségi különbség ezek között az épületek között? Mert ránézésre teljesen egyformán. Volt, persze, voltam Óbudán a hosszú ház, ott azért nem tetszik az, vagy Újpest nagyon tetszik nekem, szeretem Újpestet. Ott egy végtére egy hosszú-hosszú házsor, egyik oda a más oldal is, tehát annyira, nem tudom, ideg az én számomra, és ott voltam egy ismerősöm, egy barátomnál, és hangulatában is más volt. Más volt ugye elrendezésében is, de hangulatában is, a lakók között is, hogy egymásra ottan találkoztak, beszéltek. Tehát nyilván itt Újpesten lehet olyan lakók jöttek ide velem együtt, vagy a régiekkel vegyülve, akik másképp viszonyultak egymáshoz. És ez számít mindig a mai világunkban is. Egymáshoz hogy viszonyulunk. Akár panelban élünk, akár falon élünk, akár palotában élünk, akár vállalkozó vagyok, akár segédmunkás vagyok. Tehát össze kell hangolódni, és egymás mellett élni, és boldogan élni. Volt lehetőségük választani, hogy milyen lakásban szeretnének lakni? Az alaprajz kialakítás, hogy melyik oldalra nézzen az ablak, milyen legyen a tapéta, milyen legyen a csaptelep a mosdókagylón? Nem. Mi egy gyerekünk volt akkor még, két szobás, az igényt meg is kaptuk a két szobát.
egyszerű szürke filszolt a szőnyegpadló, úgymond. Azt, a falon olyan tapéta, amilyen volt, gondolom a legolcsóbb. Nem számított. Örültünk, hogy lakásra jutottunk. Nekünk szép volt az a szürke padló, filszpadló, és szép volt a tapéta. Később azt cseréltük, a padlót is lecseréltük másfélen színűre, a tapétát is ugye időnként cseréltük, ennyi. Hát a bútorra berendeztük, de a saját ízlése szerint választott bútort magának, a gyereknek is. És akkor élte ott az életét abban a környezetben, amit ő alakított ki. Gyerekszámtól, kortól, az, hogy éppen házasok, mitől függött az, hogy ki milyen lakásra adhatta be az igénylését? Ezt nem tudom. Nem tudom, mert mi egy gyerekkel kaptunk két szobát, mások kaptak ugye két és fél szobásat, meg ott is csak két gyerek volt, később akkor még egy, amikor megkapták. Nem tudom, minek alapján döntötték el. Mi nem azt néztük akkor. Örültünk, hogy kaptunk lakást. Ez a lényeg az egészben, hogy az ember boldogulni tudjon. Tehát másabb lett az élete is attól kezdve. Érthető, nyugodtabb környezet, biztonságérzet volt az emberben, meg boldogabb volt. Boldogabb, mert végre a saját házamban, saját lakásomban élhettem, mindenkit függetlenül. És ha a társra vágtam, ott volt a szomszéd, összejöttünk, kimentünk a hétvégi telkére, közösen elmentünk szánkodni, jelent. Tehát a szociális egymáshoz viszonyultunk. Közben mutatom egyébként, mert Bíró Endre számos kiadványal is gazdagította egyébként az Újpestet megismerni váróknak a kíváncsiságát. Újpest egy város építészetől kezdetektől napjainkig, ez, ha jól tudom, az utolsó legutóbbi kiadvány, igen, igen, amit önnek köszönhetünk. A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával, az ön szerzősége mellett is külön megköszönve természetesen a Nógrádi László helytörténeti gyűjteménynek és Szőlősi Mariannak, igen, Újpesten az archív fotókat, amiket ebben között. Keressék, szeressék. Bíró Endrének pedig köszönöm szépen. A helytörténeti múzeumban van, üteményben van a könyvből. Ott is megtalálható. Nagyon örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Jövő héten is lesz helyi érték. Viszontlátásra.